Lerner Zsolt alpolgármester és Pokrovenszki Krisztián a Szent István Király Múzeum igazgatója nyitotta meg a Királyunk Érmeken című tárlatot, amelyet a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Fejér megyei Albarégia szervezete negyedszázada indított. Az 1987-ben létrehozott érmesorozat a Székesfehérváron koronázott, eltemetett királyoknak állít emléket. A Székesfehérváron koronázott és eltemetett királyokról kiadott érmesorozatuk, valamint a Király sor elnevezésű érmesorozat, és ezt most így egyben meg lehet tekinteni itt a rendházban, és ez pont a Királyok és Szentek kiállítással nagyon, nagyon nagy szimbiózusban van, kiegészíti azt, és ez egy nagyon jó dolog, hogy most alkalmunk van azt megköszönni az Érmegyőtök Egyesületének, hogy itt állandó kiállításként lehet látni a felnagyított úgynevezett tányérérméket. Igari Antal az egyesület elnöke fontosnak tartja, hogy a királyi napokon a közönség is megismerhesse a gyűjteményt. Az egyesület törekvése a magyar uralkodók emléke előtti tisztelgésen túl, a fehérvári kapcsolataik hangsúlyozásával, a nemes értelemben vett lokálpatriotizmus erősítését, illetve a nem Székesfehérváron élők figyelmének a városra irányítását szolgálja. Mi nem csak most, tehát 2022-ben, hanem mi már megemlékeztünk korábban is. Egyrészt nyilván a királyainkról, 1987-től kezdődően a Fehérváron koronázott eltemetett királyokról egy hosszú éremsorozatban emlékeztünk meg, és ennek sorában természetesen II. Andrásról is, tehát az aranybulla kibocsátásáról is ilyen módon megemlékeztünk. A tárlat a királyi napok keretében, illetve a rendház nyitvatartási idejében folyamatosan várja a látogatókat.